Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás július 27-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai és tervei. Erre kivetem most a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek? Milyen lépéseket tesz irányotokba? Ehhez jön még egy csokis kártya, és mutatja a nap energiáját. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai és tervei. Ti álltok itt a középpontban, és ő erre gondol. És hogy gondol rátok? Ti vagytok itt ez a királynő. És ez a királynő uralkodik a víz eleme felett. És a víz eleme szimbolizálja az érzéseket. Ez a férfi szeret titeket. Itt ez a szerelmes pár arra utal, hogy ő szerelmes belétek. Nem csak ezt mutatja ez a kép, hanem az isteni hatalmat. Ő bízik az isteni segítségben, hogy végre boldogok tudjatok lenni. Viszont mit közöl veletek, ez a kép nem a boldogságot, és nem ezt a szerelmi kapcsolatot mutatja, hanem azt, hogy fogva érzi magát. Félelmei vannak. Az is lehet, hogy ezt a szerelmet még nem tudjátok élni, mert vannak nehézségek, problémák, és ez túl korai. Itt ő hibázik, mert jó lenne, ha mondaná azt, amire ő gondol, hogy ti vagytok itt a királynő az érzelmei és a gondolatai felett, és ő szerelmes. Ha ő ezt kimondaná, akkor javulna a helyzet, de mivel ő nem beszél az érzésekről, így úgy gondolom, ti is fogva érzitek magatokat, mert nem tudjátok, hogyan tovább, nem tudjátok, mit várhattok tőle. És pontosan ezt kellene megváltoztatni, amit ez a csokis kártya mutat. Változások. Próbáljátok meg másképp látni a dolgokat. Ő szerelmes, de nem beszél az érzésekről. Ennek ellenére higgyetek ebben a szerelemben, és legyetek magabiztosak. Ha ti ezt meg tudjátok változtatni a saját gondolataitokat, amit ez a csokis kártya ajánl nektek, mint egy ilyen napi energia, próbáljátok másképp látni a dolgokat. Biztos vagyok benne, hogy ez a feszültség akkor befejeződik, és szabadnak érzitek magatokat. Jön újra ez a könnyűség. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást.
Asztrológia nélkül a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!